Ez a mai ünnepnap egyaránt alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövő betekintésre. A történelem katona nemzetté tett bennünket, olyan nemzetté, amely szereti a hazáját és megvédelmezi azt. A kard útján ma is járni kell, mert nem volt még olyan kor, ahol a haza védelmére kész és kiképzett katonákra ne lett volna szükség. Egy új nemzedék lépett most be fontos parancsnoki beosztásokba. Egy új nemzedék, amelynek a saját útját kell járnia, új fegyverrendszereket kell működtetnie, új, lényegesen magasabb elvárásoknak kell megfelelnie. Viseljék büszkén az egyenruhát! Adják át a tapasztalatot a fiatalabb társaiknak, s folytassák pályafutásukat becsülettel és tisztességgel, hogy rokonaik, barátaik és a teljes társadalom büszkén mondhassa, példaértékű magyar katonáink vannak. Gimnázium után mindenféleképpen valami hasznosat szerettem volna tenni, egyetemre is szerettem volna menni, hogy ez egy ideális választás volt számomra. Az, hogy a légierőnél vagyok pilótaként, ráadásul az első tiszti beosztásomat Kecskeméten fogom tölteni, és lehetőség szerint pedig külföldön fogom a képzésemet tovább folytatni. Láttam a bátyámat, hogy itt avatódott fel, hát duzzadtam a büszkeségtől, és hogy most én itt állhatok. Nem gondoltam volna. Minden perce megérte, és úgy érzem, hogy jó döntést hoztam az életemben. 2020-ban felszereltem tartalékosnak, és aztán egy egyetem végeztével sok mindenben voltam. Kórházszolgálatban, lőtérőrségben, mindenféle apró feladatban, amivel tudom szolgálni a hazámat. És akkor jött ez a lehetőség, hogy civil diplomámmal is a honvédség kötelékét tudom erősíteni, és a honvédségben tudok dolgozni. Lehetőség van mindenkinek megkóstolni ezt a világot, és tényleg tenni valamit a hazáért, nem csak szóban, hanem tettel is.